Szinte megrohamozták az utasok a BKV hajójáratait, amelyek 3 napja indultak el. Dupla annyian szálltak fel a hajókra, mint amennyivel számoltak, így aztán már a 3. napon mentesítő járatot, egy plusz hajót kellett beállítani. Voltak, akik a múló lejáró alatt árnyékban várták a hajót. 27 fok. Más pedig a menetrendet böngészte a tűző napon. Rengetegen vártak a BKV hajóra a Jászai Mari téren, még a déli forróságban is. A budapestiek valósággal megrohamozták a menetrend szerinti hajókat. Ahova megyünk, oda lehet hajóval is menni, akkor miért nem megyünk hajóval? A BKV hajó ugyanis hétköznap bérlettel ingyenes, de a teljes áru jegy is csak 400 forint. Itt van a barátnőm külföldről, és akkor most megyünk ilyen próbautazásra. Hát ha bejön, akkor később majd használni fogjuk. És a turisták is kihasználják, hogy olcsó. A városnéző járatok ugyanis 3-szor, 4-szer ennyiért viszik az utasokat, szinte ugyanezen a vonalon. 3500 és 4000 közötti utas jelentkezett. Már most ennyi az utas naponta, ezért a főpolgármester kérésére a Budapesti Közlekedési Központ a tartalék hajóját is elindította. A Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója Vitézy Dávid a vendégem, jó reggelt kívánok! Még mielőtt a hajózással foglalkoznánk, egy kicsit térjünk ki a csőtörésre, hiszen az is téma ezekben a napokban, hogy a Gellértéri csőtörés miatt komoly károk keletkeztek a 4-es metró vonalán, az ottani megállóban. Hogy áll most ez? Jó reggelt kívánok! Igen, a Budafoki útnál történt csőtörés miatt, illetve a Orlai utcában történt csőtörés miatt ugye a közutakat most már, a főbb közutakat helyreállítottuk, a Budafoki utat egy nap alatt újra aszfaltoztuk az érintett szakaszon, ahol a víz kiszakította az aszfaltburkolatot, és az autósok már tudnak közlekedni, míg 2 mellékutca van, amire van zárva, ahol a csőtörés történt. Valóban a legnagyobb kár az a 4-es metróban keletkezett, körülbelül 850 köbméter víz az, ami beömlött a 4-es metró Szentgellértéri állomására, sőt, átfolyt a Fővám térre is. A Fővám térről sikerült kiszivattyúzni még az eset napján, azonban a Gellértéri állomáson olyan mélyre beszivárgott a víz, ez igazából a vágányszint alatt lévő gépház szintekbe, hogy ezt a katasztrófa védelem segítségével sem tudtuk onnan kiszivattyúzni. A kivitelező Svitelszki munkatársai tegnap tudták megkezdeni a szivattyúzást, mert teljesen speciális szivattyút kellett erre a célra szolgálatba állítani. Ez a munka, ez befejeződik reményeink szerint a mai napon, és utána fogjuk tudni pontosan fölmérni a kárt. De tekintettel arra, hogy a metroállomáson már a mozgólépcső ben volt, már számos gépészeti berendezésben volt, és ezek több napig a víz alatt álltak, ezért az nem túlzó sajnos, amit a 4-es metró projektigazgatóság megfogalmazott, hogy akár 100 millió forint fölötti is lehet akár. Természetesen a biztosítóknál ezt a kárigénybe fogjuk jelenteni, tehát ez nem egy az egyben a projekt költségvetését terheli. Térjük vissza a hajókra ezek után. Meglepő volt mindenki számára, hogy ekkora sikere lett tulajdonképpen ezeknek a BKV hajóknak. Nem volt ez várható, hogy a turisták nagy cselesen rájönnek arra, hogy ez mégiscsak olcsóbb, mint a városnéző kirándulás, és özönlik a hajókat? Amikor főpolgármester úr programjában, Nemzetfővárosa programba bekerült az, hogy újra kell indítani a tömegközlekedési hajójáratokat, és rögtön a választások után, amikor a BKK létrejött, egyetemen megkaptuk feladatként azt Tarlós Istvántól, hogy indítsuk el a hajójáratokat a Dunán, akkor nyilván mi is gondoltuk, hogy azért ennek 20 év után újraindítani a hajóközlekedést, ez népszerű lesz. De hogy ennyire népszerű lesz, ezt megmondom őszintén, nem gondoltuk. Az első napon kicsit több mint 2000-en jöttek el hajózni vasárnap. Hétfőn ez a szám 3000 fölé nőtt már, ugye akkor már a bérlet is jó volt. És ugye tegnap már nagyon besűrítettük a járatokat, egyre nagyobb lett az érdeklődés, tegnap 6000 fölötti utasszám. Kedden 6000 fölötti utasszám jelentkezett a hajókon. Tehát azt gondolom, hogy ez minden várakozás fölött van. Nyilván van újdonság varázsa, tehát nyilván vannak, akik csak az első napokon kipróbálják, és nem fognak minden nap utazni. Nyilván van olyan hatás, hogy vannak turisták is, akik igénybe veszik, hiszen például azzal a 24 órás jegyre, amit a turisták legtöbbet váltanak, azzal lehet használni a hajókat. Viszont egyértelműen azt látjuk, hogy nagyon is van hivatásforgalmi hajózás a Dunán ezzel a járattal. Például én tegnap a Medel utcánál, ami ugye a 13. kerületben a lakópark környéke, láttam a hajót az esti órákban kikötni, amelyik a belváros felé jött, és nagyon sokan szálltak ki, és a környékbeli házakba mentek be. Felmérhető ez egyébként úgy hivatalosan, hogy kik azok, akik valóban közlekedésre használják, és kik azok, akik csak szeretnének egyet hajókezni? Ez annyiban fel tudjuk mérni, az utasszámlás folyik, hogy aki ugye a végállomáson átutazik, és egyszer elindul északra, majd visszaindul délre, az várható, nem hivatásforgalmi célral használja, aki felszáll valahol a városba,
lemegy néhány megállót és leszálló pedig valószínűleg azért nem sétahajókázni indult. Tehát ilyen módon van megoszlás, ez körülbelül a fele-fele az utasoknak, akik csak kikapcsolódásként hajókáznak és sivatásforgalmi céllal. Nyilván ez akkor fog teljesen letisztulni, ha mondjuk esős idő lesz, bár bízunk benne, minél később lesz ilyen, de hogyha ha rosszabb idő lesz, akkor nyilván látszani fog, ki az, aki azért használja, mert kényelmesebb, gyorsabb neki, és ki az, aki csak azért, mert egyébként a napsütésben ez egy nagy élmény. Az biztos, hogy nagy élmény, tehát sokan fogják használni, amíg jó idő van, de vannak olyan relációk, ahol bizonyos tömegközlekedésként is megállja a helyét. Például a Kopaszi gát környékét, ami ugye egy park, egy rekreációs zóna, eddig észak-déli irányú tömegközlekedéssel nem lehetett Budapesten megközelíteni, főleg nem a belvárosból. Most erre van egy közvetlen kapcsolat, amit én azt gondolom, hogy sokan használnak, használni fognak a jövőben is. Napsütés és kánikula, hogy bírják a buszok és a villamosok, illetve a villamos sínek ezt az időjárást? Nehezen bírják ezt az időjárást, amivel a legtöbbet küzdünk, azok a klímaberendezések. Sok kritikát is kapunk emiatt. Én naponta kérem számon a BKV műszaki vezetésén azt, hogy milyen arányban működnek a klímaberendezések. Minden reggel mérjük. Körülbelül 88 és 93% közötti a klímával egyébként felszerelt buszok közül az az aránya, ami kimegy, reggel is működik a klímája. De még ezek is néha ezt a meleget már nem bírják, és meghibásodik a klímájuk napközben. Nyilván azt elrendeltük, hogy az ablakokat ki kell nyitni minden buszon, ami vagy nem megy a klíma, vagy nincs is klímaberendezés, tehát már reggel kinyitják, hogy ne is az utasoknak kelljen. Ezt megtesszük. Igyekszünk a klímaberendezések működőképességét javítani. Most a BKV-nál el is kezdtünk egy olyan kísérletet, hogy visszavesszük saját üzemeltetésbe, hogy nem mindig külső szerelőkre kelljen várni, és legyen a BKV buszgarázsaiba olyan berendezés, amivel tudunk gázt tölteni ezekbe a klímaberendezésekbe. De az biztos, hogy sajnos olyan klímaberendezést buszokba vásárolni, ugye folyamatosan nyílnak az ajtók, azért ez egy elég nagy terhelésnek van kitéve, ami ilyen 37-8 fokban is stabilan, 100%-os megbízhatósággal működik, ilyet még nem sikerült, de igyekszünk megtenni, amit lehet. A kombinó villamosoknál például a klímák jól működnek. Azt tudom mondani, hogy sokkal több zavar, mint mondjuk tavasszal volt, nincsen, de az, hogy a járműpark milyen állapotban van és milyen átlag életkorban, ez látszik. Éppen ma fog dönteni a BKK igazgatósága arról, hogy 150 darab új autóbuszt forgalomba tudjunk állítani Budapesten. Ennek a tendernek az egyik utolsó fázisában ma születik döntés, és akkor azért, és azok mind klímás buszok lesznek, akkor azért fog javulni ez a helyzet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást.